A első világháborút lezáró trianoni békeszerződés egy nagyon komoly határozványokat ír elő, a magyar haderő számára, és a tüzérségnek a számát is, nem csak a katonák létszámát, hanem a rendszerbe tartható tüzérségi eszközöknek a számát is korlátozza, Még mégpedig nagyon drasztikusan, összesen 105 darab tüzérségi löveg tartható rendszerbe, ami nyilvánvalóan nem volt tartható, és megtiltja a a tüzérségnek és a többi fegyveremnek is a, a fejlesztését biztosító háttérnek a létét, tehát a haditechnikai intézet, amely akkor már ugyan működött, az is rejtve és fedésben tudott csak működni. 1930-as években nyilván ez már nem annyira szoros, hiszen 1927-től megszűnik ez a szoros katonai ellenőrzés, és a tüzérség egy bizonyos fejlődési pályára tud lépni. Nagyon érdekes, hogy ugye akkor ezzel a problémával szembesülnek, hogy az első világháborús hati az már elavultnak számít jó részt, de hát honnan lehessen ugye beszerezni hati technikát, hiszen a hazai fejlesztés az egyrészt tiltott, másrészt meg ugye a kutatásfejlesztés az akkor is rendkívül drága volt, most is egy nagyon drága folyamat, ezért sokat gondolkodnak rajta ugye a haderő vezetése, és úgy döntenek, hogy megpróbálnak külföldről behozni gyártási licenszet, hiszen Magyarországon van tüzérségi löveggyártás a Diós lövegüzemben, méghozzá nem is alacsony szinten. 20-as évek végén, 28-29-ben licenszet vásárolunk, Magyarország licenszet vásárol a svédektől, és légvédelmi gépágyuk, légvédelmi ágyuk, tábori tüzérségi eszközöknek a gyártási jogát vásárolja meg, de nem csak honosított eljárásokkal, hanem a komplet üzemet, a diózsori lövegüzemet módosítják, újjáépítik, svéd technikával, egy nagyon korszerű technológia jön be Magyarországra, és ez a vonal az úgy néz ki, hogy működik is, korszerű lövegek jönnek rendszerbe, de hát az anyagi erőforrást akkor sem lehet megúszni, tehát itt, itt valakinek végül is bele kell tenni azt az összeget, ami a modernizációs folyamatot felgyorsítja. Erre lesz jó majd 1938-ban bejelentett úgynevezett győri program, ami lehetővé teszi a haditechnikai eszközöknek a nagyobb léptékű fejlődését is, de, de mégsem olyan léptékben, mint ahogy ez kellene. Nagyon, -nagyon nagy a lemaradás ugyanis nagy programokat dolgoznak a tüzérség fejlesztésében, de nagyon szűk a keresztmetszet, hiszen az egyszem lövegüzem addig, amíg csak légvédelmi és tábori tüzéreszközöket gyárt, addig nincs probléma, de amikor bejönnek a harckocsi gyártási program, illetve a páncélt rádió program, ugye a csőgyártási keresmetszet az, az marad gyakorlatilag kicsit tágítható, megpróbálnak külföldről vásárolni. A német vonal az egy picit jobban fog működni, Ekkor vásárolják meg 1937-től rendszeresített 10,5 cm úgynevezett Göring tarackot, ez nagyon sok fotón lehet látni, ez egy viszonylag korszerű eszköznek számít, és próbálják a könnyű tüzérséget fejleszteni. A könnyű tüzérségről azt kell tudni, hogy 7,5 cm-től 10,5 cm-es űrméretig számít, ez a, a úgynevezett könnyű kategória, ez a gyalog a tűzérességének az alapját képezi. A gyalog ekkor egy tüzérezreddel rendelkeznek, aminek 7 ütege van. Az egyik, az első négy ütege az egy osztályban van foglalva ezek igazán könnyű tüzérségi eszközök, a második osztálya pedig közepes 15 cm-es eszközök. De hogy lehessen látni, hogy mennyire korszerűtlenek ezek az eszközök, főleg vontatás és lőtávolság szempontjából, el kell mondanom, hogy a hadosztálynak a tüzérezrede, az teljes mértékben lóvontatású. Tehát ott gépvontatás egyáltalában nincsen. Egyel följebb a hatest tüzérségnél lehet majd a gépvontatásról beszélni, ott is csak részben, ugye a német technikából, illetve a magyar technikából fejlesztett különböző vontatókkal, olasz vontatókkal oldják meg a tüzérségnek a vontatását. De visszatérve a hadosztályok tüzérezredeire, néhány létszámadatot hadd meg. Egy tüzérezednek a létszáma az kb. 1200 fő volt akkor, és érdekeségképpen hadd mondjam el, hogy gyakorlatilag megérdezik a lovaknak a száma, hiszen egy 1100-1200 körüli lómennyiséggel rendelkezett, hiszen egy lövegnek a vontatásához 4 vagy 6 ló szükséges, Ugyanaz, tehát ugyanúgy a lovak vontatják a a lőszer szállítmányokat, a különböző utánpótlási szállítmányokat, és hát a, le, a tisztek jó része is ugye lóval közlekedik. Ez egy nagyon nagy hátrány, és ez ki is derül, különböző hadműveletek során, hogy a tüzérségnek az ilyen szintű mobilitásának a hiánya az egy nagyon nagy probléma a továbbiakban is. Ezt egyébként a háború végén nem sikerül megoldani. Némi javítások vannak rajta, technikai eszközök kerülnek be, vontatók vagy, vagy, vontatónak nevezett könnyebb járművek, amelyek tudják mozgatni a tüzérséget, de ez igazából nem oldódik meg a tüzérség különböző szintjeit tekintve a következő lépcsőfok a, a hadtesteknek a tüzérsége, amelyek igazából közepes lövegekkel rendelkeztek. Ezeknek a közepes lövegeknek a modernizációs folyamata ez zajlott a 30-as években egészen a 40-es évek elejéig nem találnak igazából megoldást a svéd technikából nagyon korszerű eszközök jönnek le illetve hát magyarországon gyártanak ebből viszonylag Jelentős mennyiséget, ez néhány tucatot kell érteni alatta, de igazából nem hoz megoldást, hiszen ezeknek a gyártása sokkal sokkal drágább, mint egy-egy lövegnek az átalakítása. Inkább emellett döntenek, és a löveg átalakításokkal kb. 30%-kal sikerül növelni az eszközöknek a lőtávolságát, de ezek sem érik el azt a szintet, amit. Amit lehetne, vagy amit kellene ezen a szinten. Azt tudni kell, hogy a magyar haderő, is nagyon fontos, ez általában a haderőre vonalkozik, de ugyanúgy a tüzérségre is, hogy nem szabad összehasonlítani a, a nagyhatalmak tüzérségével, vagy a haderejével. Itt lehet egy nyilván egy szovjet viszonylatban megnézni, hogy körülbelül a technikai eszközök mit tudnak, nagyjából mi az, ami amire képesek, de számszerűsítve egyáltalán nem érdemes összehasonlítani, szerint más nagyságrendről beszélünk. Ugyanígy a németek. Kell sem. Azt akkor is nagyon jól tudták, hogy nem ez a követendő példa, mert ezt a magyar adigazdaság, a magyar teherbíró képesség soha nem fogja tudni. A környező országokhoz próbálták kalibrálni a, a tüzérségnek a, a mienséget, is természetesen. Tehát, ha összehasonlítjuk mondjuk egy, egy, egy Románia, egy, egy Csehszlovákia, vagy akkor ugye a szétesett Csehszlovákia és Szlovákia viszonylatában, hát akkor se állta meg mindig az összehasonlítást. Ez, ez, némiképpen javult, de hát a háború végére sem került olyan állapotba, mint ahogy szerették volna. Mindazonáltal nagyon nagyot fejlődött néhány év alatt, a háború néhány év alatt a magyar tüzérség. Legfőképpen, és egy picit most még egyre följebb lépünk, a, a hadsereg tüzérségénél, ahol a, a, igazi nagy nehéz lövegek kerültek rendszerbe. Hát ennek a megoldása is nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat volt, hiszen a, a, nehéz lövegek azok általában 20 cm űrmélet fölötti ezek az igazi nagy erődök ellen bevethető nagy hatérői lövegek. Hát ilyen nem volt a magyar haderőben az 1930-as évek közepén egyáltalában. Volt öt darab első világháborúból megmaradt 30,5 cm-es mozár, ami érdekes módon egy darab megmaradt hajmáskéren a, a tüzérlőiskolában, ugye a háború után, ez használhatatlan állapotban maradt meg, és négy darabot még 1920-ban a németektől vásároltak vissza gyakorlatilag a magyar haderő. Ezeknek a modernizációja során 5 az az öt darab tüzérségi löveg volt, ami a nehéz löveg kategóriájába lehetett sorolni. Nyilvánvalóan ez nem megoldás. Valamilyen úton módon be kellett hozni az országba nyilván egy licenssel egy újabb Löveget, egy 21 cm-es olasz tarackra esett a választás, 1939-ben kerül sor el az ügyletre, behoztak belőle 8 darabot először, ami, amit az olaszok gyártottak, ezek nem voltak megfelelő minőségek. A Diós Győri mérnökök, a Haditechnikai Intézet mérnökei módosítottak rajta. Több mint száz apró módosítás történt a lövegen, és 1940-től már magyar gyártásból jönnek ki ezek a lövegek. Kb. 28-30 darab készült ebből, ez már azt mondható, hogy valami, valami legalább van a nehéz szülesség kategóriájában. Kellett, hiszen a, a csehszlovák erődrendszer ugye kiépült a két háború között, kiépült a román károly vonal ugye Magyarországgal szemben, ezeket nehéz tüzérség nélkül képtelenséget volna áttörni. Most a sors úgy hozta, hogy igazából a békés területgyarapítások időszakában uh, kerültek vissza ugye Magyarországhoz ezek a területek, tehát nem kellett bevetni a nehéz tüzérséget, de hát ennek ellenére nyilván kellett, vagy léteznie kellett ennek a kategóriának. Aztán 1943-tól egyre inkább napirendre kerül a tüzérség átalakításának új, merőben új válfajai, hiszen a, roham tüzérség, ami német mintár ugye Magyarországon is napirendre kerül, ami a gyalogságot nagy hatóerővel, páncélvédettséggel, és mobil módon tudja követni, illetve hát a harcát közvetlenül közelből támogatni, ez nem más, mint a rohantüzérség. Erre magyar fejlesztés indul, és le is gyártják az első zrényi rohamlöveget 1943-ra, és 1944-től ezt rendszeresítik. Egy osztály, egy rohantüzér osztály 30 darab ilyen eszközzel rendelkezett volna. Összesen 54 55 darab készülhetett belőle a háború végéig. Az első rohamtüzérosztályt felszerelték vele, illetve hát töredékeiben egy másik rohamtüzérosztályt. Aztán német haditechnikából, hegyszerekkel és sturmigesült szármasokkal pótolták ezeket a hiányokat, de hát igazából a sem tudták végigvinni ezt a fejlesztést, és minden gyaloghatosztály mellé kellett volna egy ilyen rohamtüzérosztályt háború végig. Ez nem történt meg, de egy újdonság, egy nagyon hatékony és, és tényleg egy egészen más tüzérségi kategória alakult ki. Aztán bejött Magyarországra a sorozatvető, amely német mintára készült, 15 cm-es sorozatvető, amiből egy külön osztályt alakítottak, ez se sikerült azért végigvinni olyan szinten, hogy több tüzérosztályt felszerelni belőle, és végül 1944 végén ez a legutolsó tüzéreszköz, ami ugye rendszerbe került a Magyar Király Honvédségben, a, ezeket a páncélelhelyett a buzogányvetőket ez annak idején szálasi röppentyűnek is hívták, ezeket hozták rendszerbe. Ezek sem voltak teljesen ezzel viszont nagyon érdekes módon talán a világon az elsőként ez volt az a földről indítható nagy erejű páncéltörő rakétának, nevezzük annak, mert végig is rakéta elven működött, ami minden harckocsit képes volt megsemmisíteni 1944 végén. Ennek a tömeggyártása nem indult meg. Nyilván hát akkor az országban már jelentős bombázások vannak, ugye az ország egy része már hat szintér, tehát itt nem tudta már lekövetni a tüzérség felszerelésében a magyar hadipar és hát a németek sem tudtak nyilván új eszközöket vagy megfelelő eszközöket biztosítani, hiszen nekik sem volt már a, a háború ezen szakaszában. A műszaki csapat, a klasszikus műszaki csapat az ugye, mint önálló és, és teljesen elkülönített fegyvernem, ugye az első világháború előtt már létezik. Az első világháborúban borzasztó sok ágra szakadt, hiszen belőlük nőnek ki a vasúti csapatok, a, híradó csapatok, a sziklafúró csapatok, minden, minden, ami, ami az úgynevezett műszaki tevékenységgel összefügg, ez nagyfokú specializáció megy végig, és ez a két háború között is tovább mondhatnám tisztul tulajdonképpen, mert a profil az, az egészen letisztul. Amikor a második háborúban Magyarország belép, akkor a hadtesteknek van egy-egy utász zászlója, ami, ha szabad mondanom, fajtisztán műszaki katonákból áll, és azokat az utász tevékenységet végzi el, ami klasszikusan, fotókon, filmeken látható, tehát az utaknak a javítása, előkészítése, a hidaknak az előkészítése, a rombolások megszüntetése, vagy éppen a rombolásoknak a végrehajtása, hát attól függ, hogy melyik irányban haladnak, ugye a harc tevékenység melyik irányban halad. A műszakiaknak a a jelmondata, amit az első világháborúban fogalmaznak meg, az akkor is érvényes, de hát azt gondolom, hogy most is ez úgy hangzik, hogy támadásban az elsők, visszavonulásban az utolsók. Ez abszolút kifejező, azt gondolom, hiszen a támadó csapatok előtt műszaki zárakat kell rombolni, átjárókat kell nyitni, utakat kell a hátországban építeni, hogy az utánpótlást tudjon közlekedni ugye az arcvonalban haladók, illetve az arcvonalban harcolók irányába. És nyilvánvalóan, ha kell, akkor hidakat kell létesíteni, ha kell, akkor még a támadó csapatok előtt ugye átkelési pontokat kell létesíteni, aknazárakat kell megsemmisíteni, hogy átjárókat nyissanak rajta. Nem bonyolult feladat. Az árkászoknak természetesen a főleg védelemben van szerepük, hiszen a védőállások kiépítése, annak az irányítása az az árkászok felalta, a hidászok felaltát, meg hát nem kell mondani, benne van a nevükben is tulajdonképpen a hídépítések, ez egészen az alacsony vízi hidaktól, tehát a fahidaktól kezdve a fémhidakig ezeknek az összeállítása, tervezése. Ez egy nagyon komoly mérnöki munka, és elengedhetetlen a szárazföldi haderő számára, hiszen a közlekedés, a mozgás, a folyókon való átkelés, vagy akár védelemben, a, a összefüggő árokrendszerek, fedezékek kapcsolatrendszerének kialakítása, ez elsődlegesen fontos. A háború bizonyos időszakaiban más-más tevékenységre helyezték a hangsúlyt, hiszen a békés területgyarapítások időszakában, amikor ugye a, a felvidék visszatér az anyaországhoz, észak-erdély visszatér Kárpátalja, illetve majd a délvidék, akkor a bevonulásodnak az előkészítésénél nyilván itt az utak, hidaknak az építése, karbatartása átalakítása és egyáltalán járható váltétele az elsődleges szerep. De az erődrendszerekkel szembeni harc, épp úgy, mint a tüzérségnél, a műszakiaknak is alapvető kötelességük. A műszaki katonáknak az a fajta képessége, hogy ők építeni, és ha kell rombolni is tudnak, ez természetesen minden, a hadművet szinte minden pillanatában kihasználható. Az erődrendszereknél, amikor ugye elfoglaljuk az északi, illetve a, a, a keleten lévő az erődelemeit, ezeknek a pusztítása, a visszaépítése, az eltüntetése is nyilvánvalóan műszaki feladat, de ha azt nézem, hogy keleten, észak-keleten kiépített Árpád vonal, amit 1941-től elkezdenek építeni, az egy nagyon komoly műszaki feladat, és itt hadd említsek egy nevet is, hogy egy Hárosi Teofil nevezetű vezérkari ezredes az, aki ezt a munkát összefogja, és évekig dolgoznak ennek a tervezésén, kiépítésén, és nagyon-nagyon sok támpontot, erőd elemet létrehoznak a Kárpátok hágóinak a megvédése érdekében. Aztán később ezt nem készül el, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy komplet erődrendszer, ez egy három vonalból álló erődrendszer, de nagyon komoly mérnöki és műszaki tudás igénye merül föl nyilván ennek kiépítése során, és egy nagyon komoly műszaki tudás van mögötte, amikor ezt kiépítik. Ezt egyébként annak idején, 1944-ben ezt, ezt a rendszert a magyar századok, gyalogszázadok, illetve a, a zászlójak el is foglalják, és védekező tevékenységet folytatnak elég sokáig. Tehát az erődrendszernek bizonyos elemei azok meghozták a kívánt hatást. Az egy más kérdés, hogy ugye a román kiugrással egy olyan helyzetbe kerül az ország, hogy, hogy délről délkeletről ezek az erődrendszer elemek megkerülhetővé válnak, és akkor nyilván a jelentősége ez nagyságrendileg csökken. Visszatérve az építő műszaki katonákra, ugye nem csak erőd rendszereket, erődelemeket építenek, hanem állásrendszereket is. Talán egy eklatás példa erre a második hadseregnek az állásrendszere, amit a Dón folyónál építenek ki amely hát majd 200 km hosszan nem túlságosan lépcsőzötten, de azért lépcsőzötten történik, és itt tehát a műszaki katonáknak a, az elsődleges szerepe tulajdonképpen említése méltó mindenképpen, hiszen nagyon sokat dolgoznak rajta, de hozzá kell tenni, hogy nem csak a műszaki katonák, hiszen az úgynevezett ö, ö, csapatműszakiak, akik a gyalogezredhez tartozó műszaki században dolgoznak, ugye ez a gyalogezred alárendeltségében dolgozik, vannak műszaki katonák benne, műszaki a vezetése, de ö, hát gyakorlatilag minden katonának részt kell venni fegyveremtől függetlenül a védelmi rendszer kiépítésében. És borrasztó munkát végeznek annak érdekében, hogy valamilyen szinten kiépítsék ezt. Hát ez egy más kérdés, hogy ö, 1943-as orosz támadás ezt a védelmi rendszert. Egyes elemei gyakorlatilag áttöri, elsőpri nyilvánvalóan ez egy másik kérdés, de ugyanakkor ez a, ez a munka, ez benne van ebben a, ebben a védelmi rendszerben.